Jó estét kívánok! Önök a nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2019. szeptember 23-án. A mai adásban elsőként a Csilei Folklor Tánc Együttes a vasári előadására, majd a Szóvetők című antológia bemutatójára, és végül, de nem utolsó sorban a Magyarország borvidékei elnevezésű bélyek bemutatóra látogatunk el. Tartsanak Önök is velünk! Egy órás előadást adott az Abasári Sári Közösségi Házban a nemzetközi hírű Csilei Folklor Balettánc csoport. Az együttes európai turnéja keretében érkezett Magyarországra. Abasár előtt a Kállai Néptánc Fesztiválon és Budapesten léptek fel, majd Bécsben folytatták útjukat. Az együttes az egyik nemzetközi néptánc fesztiválra érkezett Magyarországra. Látogatásuk során előadásukat Budapesten és Abosáron is bemutatta a csapat. Patríciót, a turné szervezőjét, dr. Lénátné Benei Anikó polgármester köszöntötte. Pátó barátomat szeretném köszönteni, Csiliánból, Csilléből, aki egyébként imádja Magyarországot, és 15 évvel ezelőtt itt én már találkoztam vele Abasáron, és nem csak Magyarországot imádja, hanem a magyar borok közül az abasáriakat is. Tulajdonképpen a Nagykátai Nemzetközi Folkfesztiválra voltak meghívva, és ott voltak egy hétig. Tegnap Budapesten léptek föl, a csilei nagykövet asszony nyitotta meg az estét. Ma itt vagyunk Abasáron, ami nagyon tetszett neki már, amikor jöttünk be, mert minden zöld itt. És holnap utazunk Ausztriába, Bécsben fognak fellépni, meg egy picit megnézik a város. Én mondtam nekik, hogy szerintem Budapest szebb, de ők kíváncsiak Bécsre, és akkor este fellépnek, és akkor pinteken már utaznak vissza Csillébe. Hogyan fogadta a közönség őket? Hát a folkfesztiválon szerintem a négy ország volt, és én szerintem, hát nem hazabeszélek, de őnekik volt a legnagyobb sikerük. Azért, mert szerintem élő zenével jöttek ide, és az nagyon fontos, az nagyon, az emberek nagyon, mert különböző ilyen érdekes hangszereket, például van egy hárfás lány, de nem európai hárfán játszik, vagy az a klasszikus, hanem egy dél-amerikai hárfán, ami nagyon érdekes. Akkor vannak ilyen kis húros hangszerek, amit most fogjátok látni, és azt nagyon tetszik a közönség. Meg jó a hangok, az éneklés. Szóval az én a zene, meg a tánc együtt tökéletes. Oké, hogyan látod egyébként a magyar és a csilei kultúra között? Vannak hasonlóságok? Vannak olyan pontok, amik fedik egymást esetleg? Hát figyelj, szerintem nagyon sok hasonlóság van, pedig a két kultúra teljesen más világ, de emocionális, most érzelmileg. Képzeld el, hogy az utolsó nap a fesztiválon sírt, mindenki sírt, én is. Komolyan, mert annyira közel vagyunk egymás, és az a jó, tudod, mert a világ nagyon hideg, mindenhol a televízió irányít minden, de itt nem akarom bántani ez a csatorna, de itt minden élőben, és itt elfelejtünk azt, amit kapunk, értelem, itt az emberek, a táncosok voltak a fontosok, a zenészek is, és
átüleltek egymás, és az nagyon szép volt látni, komolyan. Az avasári önkormányzat jó kapcsolatot ápol az együttessel, hiszen 15 évvel ezelőtt már vendégül látták őket a községben. Csillei tánccsoport már egyébként egy 10-15 évvel ezelőtt járt erre. Tulajdonképpen lehetőséget kaptak egy pályázat kapcsán, hogy az egyik legnevesebb csillei táncegyüttes ellátogasson Magyarországra. Budapesten és a nagyobb városokban kitűnő produkcióval léptek fel, és mivel ismerik a mátrai borok közül az abasáriakat, ezért meglátogattak bennünket, és természetesen előadással fognak bennünket majd egy órán keresztül elkápráztatni az ő zenekaruk, illetve a balett produkciójukkal, és aztán bemutatjuk a magyaros ételeink mellett a finom abasári borokat, és remélem mindenki jól fogja érezni magát a nézők közül. Egyébként a nézők soraiban a mi tánccsoportunk, mint házigazda fog majd fellelhető lenni, és nagyon remélem, hogy a két tánccsoport esetleg későbbiekben talán egyéb civil kapcsolatot is ki tud építeni. Ebből is látszik, hogy milyen mozgalmas a társadalmi életi Tabasáron, illetve hogy a közösségek milyen kapcsolatokat építenek. Az együttes a zenekarból és a tánccsoportból áll, 2010-ben alakultak. Jelenleg 30 tagjuk van, de Magyarországra csak 27-en látogattak el. A táncosok saját országuk táncait, a zenészek pedig a chilei népzenét mutatták be a közönségnek, különleges hangszerekkel, mint például a dél-amerikai hárfa. Sok nem professzionális táncosok, hanem műkedvelő chileiek, mondta el a táncegyüttes koreográfusa. Az együttes tagjai dolgozó emberekből állnak, tanárok is vannak köztük. Gyakran cserélődnek a tagok, mert a fiatalok elköltöznek, így érkeznek hozzánk mindig új tagok is. A táncosok búcsúzóul felkérték a helyi táncosokat is egy közös táncra. Bemutatták a Vahot kör első antológiáját a Gyöngyösi Könyvtárban. A Szóvetők című gyűjteményben 22 gyöngyös és gyöngyös környéki szerzőműve található. A kötettel a kiadó célja, hogy a verset, irodalmat kedvelő gyöngyösi közönség kezébe adhassák a helyi alkotók műveit. Nagy Tibor Virág és Szabó Dénes megzenésítve adták elő Fodor Zoltán és Füleki Gábor műveit. A Városi Könyvtárban személyesen is bemutatkoztak a nyáron megjelent Szóvetők című antológia szerzői. Mátrai Stellának már középiskolás korában a magyar irodalom volt a kedvenc tantárgya, és már ott elkezdett verseket, meséket írni. A kötetbe 5 verse került bele, most a Vakondok és a Gólya című gyermekversét olvasta fel a közönségnek. A vakon nézi aggódva, hogyan is repülhetnék gólya? Sehogyan sem bányászmódra. Én sem fúrok lyukat földbe, te se vágy az égbe fölsle. Maradj csak a föld alatt. Én is szállok nap, mint nap. Babákat cipelgetek, békákat eszegetek.
És mondd, a békákat szereted? Nem, sajnos nem ehetek. Rovarokat írt az orvos, s látásomra répát, fontos. Bár nem látok jól, igaz, de repülnék, mint a sas. Föld alatt is szép az élet? Á, unom a sötétséget. Fúr csak, míg fúrhatod, ki tudja, meddig húzhatod. Rövid az élet, komám, használd ki te is szaporán. Jó vakondok, sose fárad, bárha sok van, kertnek állhat. Nem szállok hát fel az égbe, jobb is itt lent, mint a fénybe. A békákat se szeretem, csak a legyet tehetem. Jó vakondok, búcsút mondok. Már is elmész? Elrepülsz? Szívemre a gond csücsül. Mesélj nekem a felhőkről, vagy a fényes nagy kőről. Napnak hívják, úgy tudom, mesélt róla sok rokon. Kedves vakond, elmegyek, de jövőre itt leszek. Kérdésedre válaszolva hozok felhőt, s napot sorra. Elmesélem a színeket, rakosgatom a rímeket. Hopp, egy béka, menjen kell. Szólt a gólya, s felrepel. Nekem 5 alkotásom került bele. 3 gyermekem van, akiknek írtam egy verset, a címe Kincseimnek. Aztán édesanyám és édesapám szerelméről megemlékezve írtam egy másik verset, a Kertipad. Aztán írtak egy pályázatot a Gyöngyösi tűzész emlékére. Ez a versem Gyöngyös, a hamvaiból újjáépült város. Aztán egy gyerekvers, a Vakond és a gólya, és egy Gyöngyössel kapcsolatos versem, a Hazafelé. Ezek találhatók a kötetben. A Gyöngyösi tűzész alkalmából íródott vers, azt értem, hogy hogyan született, hiszen gondolom erre a pályázatra készül, de a többi az hogyan, mikor születik és hogyan? Mindig az életrajzi eseményekből kifolyólag jött az ihlet. Egyrészt a 3 gyermekem, ugye, amikor születtek, és ahogy alakult az életünk, másrészt pedig különböző pályázatokra íródtak ezek a művek. Fodor Zoltán kezdetben az általános iskolában szórakoztatta meséivel az osztálytársait, majd tavaly kezdett el ismét komolyan foglalkozni azzal, hogy megossza gondolatait kisebb-nagyobb közösségekkel. A gyűjteményben megjelent verse görbetükör a mai korunkról, a novella pedig megtörtént eseményeken alapul. Elég régóta, gyakorlatilag már általános iskolában kezdődött egy ilyen hobbi szinten, hogy kisebb történeteket, meséket írtam. Aztán utána mindig volt egy ilyen hosszabb, rövid kihagyás, míg végül ugye 2 évvel ezelőtt történt az, hogy igazán komolyan akkor elkezdtem foglalkozni a novellák írásával. Közben volt olyan kitérő, hogy irodalmi egyesületnek és alapító tag voltam, tehát teljesen nem szakadtam el az irodalomtól és a novelláktól, és hát most újból elkezdtem ezt az írást. A könyvben megjelent versem az például, mert eléggé régi vers. Mit kell róla tudni, a versről és a novelláról? A versemről annyit, hogy hát említem, az eléggé régi, még 96-ban íródott. Gyakorlatilag egy kicsit ilyen humorosabb verset, egy görbe tükör a mai korunkról. A novelláról pedig hát végül is az szintén egy olyan történet, ami napjainkban aktuális, viszont megtörtént eseményeken alapul. Pásztor Piroska is gyermekkora óta írogat, leggyakrabban a természet szépsége, az emberi érzelmek, az öröm vagy fájdalom késztették arra, hogy papírra vesse gondolatait. Saját versein keresztül szeretné elmondani, mit gondol a világról. Én gyerekkorom óta írogatok, mindig úgy spirálfüzetbe, meg mindenféle kockásfüzetbe, és ez mindig a fiókba volt rakva. És a 40 éves korom körül kezdtem újból foglalkozni az írással, mert úgy hanyagolva volt, ugye család, meg gyerekek, stb. Viszont publikálni 2009-től publikálok, egy internetes portálon kezdtem el publikálni, a poet.hu, utána több helyre, voltak országos pályázatok, beneveztem, több országos pályázati díjam van, 12 ilyen antológiában szereplek, egy évkönyvben, saját önálló kötetem van 2 egyek címmel. Nem véletlenül, hisz állandóan kételkedik az ember saját magában, hogy érdemes-e csinálni, hogy,
hogy jó-e az, ha az ember kiadja magát, mert gyakorlatilag tárcán nyújtjuk a lelkünket. Tehát az olvasó, ha érti a verset, akkor mindent megtudhat belőle, hogy most milyen hangulatom van, most mi bánt, hogy milyenek az érzéseim, hogy milyen ember vagyok gyakorlatilag. Tulajdonképpen akkor, ha valaki ezt a kötetet, a Kétai kötetet elolvassa, akkor abból felfedezheti, hogy éppen mi történt önnel. Igen, ez valóban felfedezhető, hisz a versek mindig azt mondják, hogy nem saját magamról írtam a verset, mondják ezt a szerzőt, de ez nem így van. A versben mindig benne van maga az írója, tehát az ő érzései, az ő gondolatvilága, az ő látásmódja a társadalomról, a természetről, a természet szépségéről. Tehát egész biztos, hogy ha elolvassák, mondjuk a Kételyek című verses kötetem már mind elfogyott, tehát abból már adni nem tudok senkinek, de 500 példány azért szanaszít van az ország minden részén, tehát abból megismerhető a embernek a lelke, az élete. Művei rendszeresen megjelennek folyóiratokban, antológiákban, és jelent már meg verse a Gyöngyösi kalendáriumban is. Piroska mindig elemzi verstanilag alkotásait, majd mielőtt publikálja művét, elküldi mentorának, és ha jóvá hagyja, csak ezután jelenteti meg. A Szóvetők antológiába azok a versei kerültek, amik kevesebb nyilvánosságot kaptak eddig. A közönség a Számvetés című alkotását hallhatta. Számvetés. Összeraktam levedlet bőröm elhullatott darabjait. Emlékek pergamennyét őrzöm, elrejtett alka, szürke titkait. Nehezebb terheimet ledobtam, így talán könnyebb a lépés. Tár rövidebb út lesz a járatlan, göröngyöktől mentes, békés. Kagylókig az gyöngyét elloptam, sebemben gyűjtöttem apró kavicsot. A gyöngy üvegé vált, hát elloptam, és a kavicsokat gyűjtettem holnap. Más javait soha nem kívánva, én itt szemek elő büszkén kitértem. Álmodom, folyton csodára várva, magamban bízva, hittel reméltem. Mögöttem sorjáz és sok régi emlék. Lelkembe égett színes csodák. Ölelő karok, mélyítőző szemek, örömtől s könyvtől égő éjszakák. Nyitott szívvel lépek, te ki tudja, hisz oly bizonytalan a lét. Nem firtatom, nincs ki ezért jutál. Gyakran takarja fel ő a fény. Ha majd szürkén terül rám az alkony, elfogadom, elengedem a fény. Magammal viszem az élet ízét, e gonosz, mégis csodás életét. A gyűjteményben a versek és novellák mellett a kötetben publikáló amatőr költők életrajza is megtalálható. A Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztiválon nyitotta meg a Magyarország borvidékei elnevezésű bélyeg bemutatóját a Vince Bertalan Mátra Vidéki Bélyeggyűjtők Egyesülete. Az október 5-éig megtekinthető gyűjtemény eddig még sehol sem került bemutatásra. Téged régen elvarázsolt a szőlővilág csodálatos illata. Titkukat keresni mentél, ritkán jártál, csak haza. Jobb és szebb fajtákat kerestél, szülőket nemesítettél. Hosszú évek munkájával végül híres ember lettél. A Mátra Művelődési Központban kiállított sorozat Kocsis József gyöngyös halászi helytörténész és dr. Csizmazia Darab József szőlőnemesítő bélyeggyűjteményéből áll. Mindig azt mondják, hogy az ember saját hazájában nem igazán lehet proféta. Hát ez igaz, főleg a szőlőnemesítőre, dr. Csizmazia Darab Józsefre, akinek tavaly ünnepeltük 100. születésnapját, de már sajnos nem élhette meg. A másik pedig Kocsis József gyöngyös halászi bélyeggyűjtő, de mi gyöngyösinek tekintjük őt, hiszen a Vince Bertalan Bélyeggyűjtő Egyesület aktív tagja és egy állandó kiállító.
Ha röviden kellene mind a kettőjük munkásságát bemutatni, akkor azt mondhatnám, hogy a kutatás, a szenvedély és a kitartás az jellemezte mindkettőjüket így közösen összefoglalva. És ennek az eredménye az, amit letettek egyrészt a magyar B1-gyűjtésben, hiszen a Magyarországi Borvidékek sorozatot dr. Csizmazi a Darab József kezdeményezésére készítette el a Magyar Posta. Ez a világon úgy tudjuk jelen pillanatban egyedülálló, hogy az országoknál nincs sehol sem ilyen, hogy az összes borvidékét a jellemző fajtákat, szőlőket bemutatva egy sorozatban rögzítik. A másik kiállítónk, akiről meg kell, hogy emlékezzek, az pedig Kocsis Józsi bácsi, és ő nem haragszik meg érte, hogy mi ezt így szólítjuk, már csak azért sem, mert elég régóta ismerjük egymást, és állandó szereplője szinte a gyöngyösi kiállításoknak, és mondhatnám nyugodtan, hogy a gyöngyösi filatéri élet jelenleg élő legendájának tekintjük mink, ezt nyugodtan merem mondhatni. Dr. Csizmazi a Darab József a szőlő és bor témájú bélyegek gyűjtésére 1948-ban tért át, mely gyűjteményével több hazai és külföldi kiállításon is megjelent. Bejegyzett bélyeggyűjtőként kezdeményezte a Magyar Postánál a magyar borvidékekről egy sorozat kiadását, mellyel a szőlőnemesítés eredményeként megszületett magyar szőlőfajtákat kívánta bemutatni. A bélyegeket Varga Pál grafikus tervezte és készítette. A bélyeg sorozat egyedülálló a világon. A bemutatón az Egyesület forgalomba bocsátott limitált számú bélyeg és díszborítékot is. Úgy gondoltuk, hogy erre az alkalomra méltó ez a bélyeg, amit elődeink részben már 1961-ben egy próbaterv alapján próbáltak megvalósítani, de akkor valamilyen úton módon ezek elakadtak. Mi ezt egy kicsit leporoltuk, és a pápai Jókai Mór könyvtár igazgató részéről és a tervezői részéről kaptunk segítséget, hogy ezt ebben a formában ma ezt forgalomba bocsáthassuk. Ebből a bélyegből minden kiállító és szervező, aki segített, fog kapni, és természetesen itt a pultnál, a Murányi Laci kollégámnál, az Egyesület minden esélynél nyugodtan mondhatom, meg is lehet vásárolni. A másik pedig, hogy ebből összesen 245 példány készült, tehát limitált példányszámban, nincs több, nem is lesz utánnyomva. A másik pedig, hogy a díszboríték, ami csak a mai napra szól, illetve a mostani kiállításra, abból pedig 100 példány van. Tehát nem fog készülni több, igyekezve így, hogy egy kicsit az értékét növeljük ennek a mai kiállításnak. A kiállítást ifjabb Csizmazi a Darab József szőlőnemesítő nyitotta meg, aki elsőként Kocsis József, majd édesapja, dr. Csizmazi a Darab József munkásságát méltatta. Ő már korán erre elkötelezte magát a gyöngyös és környékét is meghatározó szőlő és bor témával. 1978-ban vett részt először bélyeg kiállításon, és azóta is gyűjti a magyar szőlő és borgazdaság filatéliai dokumentumait, melyeket borvidékek szerint rendezett és kiegészített a hozzátartozó borcímkékkel egységes gyűjteményé. Kiállítási anyagait az évek során rendszeresen oklevelekkel ismerték el, és a Mabeosz munkásságát arany kitüntető jelvénnyel jutalmazta. Ahogy erről az előbb is szó volt, ez a mai nap különleges alkalom arra, hogy köszönthessük őt közelgő 85. születésnapja alkalmából. Ami a borvidékeket illeti, ma magától értetődőnek tűnik, hogy 22 borvidék van, tehát egy magyar borvidékek bélyegsorozat 22 címletből kell, hogy álljon. Nem volt ez azonban mindig így. Az 1970-es években még csak 14 borvidéket ismertek. 1970 után miniszteri rendeletekkel néhány évente növelték a borvidékek számát. Nagy érdekesség, hogy a magyar borvidékek bélyegsorozat 1990-ben indult, és ekkor is még csak 20 borvidék volt hivatalosan.
1997-es jogi szabályozás rögzítette a ma is ismert 22 borvidéket, és ekkor egyúttal néhány borvidék hivatalos megnevezését is módosították. És ez az a pont, ahol meg kell említeni édesapámat, dr. Csizmazia Darab Józsefet, akinek születésnapjáról tavaly számos szakmai rendezvényen megemlékeztek. Ő nem csak filatelista volt, hanem aktívan közreműködött bélyegek, postai levelező lapok megjelentetésében. A Magyar Borvidékek bélyeg sorozatot 1989-ben gondolta ki, és majd 19 év kellett ahhoz, hogy mind a 22 címlet megjelenhessen. Igen fontos volt a szakmai együttműködése Varga Pál grafikus művésszel, aki az összes bélyeg címletet tervezte, és aki a szőlőfajtákat ampelológiailag helyes formába ábrázolta a bélyegeken, belehelyezve a borvidéki tájba néhány jellegzetes épületet is megmutatva. A 2003-ban megjelent bükkaljai borvidék bélyeg pedig az ő általa nemesített Medina fajtát ábrázolja. A bemutatóval dr. Csizmazia Darab József születésének 100. és Kocsis József születésének 85. évfordulójáról emlékeznek meg. Önök a Nézőtér című kulturális magazinunkat látták 2019. szeptember 23-án. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, akkor is érdekes témákkal várom majd önöket. Tartsanak akkor is velünk, köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!